Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Az óvodák és bölcsödék után a múzeum, a könyvtár és a sportcsarnok is bezár, megelőző intézkedések több településen. A biztonság az első, az idősek ellátása az egyik legfontosabb szempont. Javaslatcsomag készül a hazai gazdaságra, enyhítenék a koronavírus járvány hatásait. Maradjanak otthon az idősek, önkéntesek segítik az ellátásokat Pécsen. Három verzióból a kevésbé rosszat fogadta el a pécsi közgyűlés, ennek ellenére ez a költségvetés megszorításokat hoz a város lakóinak, mondta a terület országgyűlési képviselője. A fideszes Hopár Péter szerint először riogattak a szolgáltatások leépítésével a kormányzati kölcsön visszafizetése miatt, majd pénzt és ingatlanokat ajánlanak fel. A politikus szerint vissza lehetne fizetni a tartozást a következő néhány évben, mert pluszos az önkormányzati kassa. Riogató költségvetési terv beismerő helyett végül a kevésbé rossz harmadik változatot fogadták el, ezt mondta a pécsi költségvetésről a terület fideszes országgyűlési képviselője. Az irrealitás költségvetését fogadták el, ami a középső tervezet volt, amelynek tekintetében ezt a 2,4 milliárdot visszatörleszti az állami előlegbe a városvezetés, és bizonyos szimbolikus kérdésekben megszorításokat kezdeményeznek. Megszorítják például a városi közműcégeket, kötelező befizetést rendelnek el feléjük, ahelyett, hogy ők ott bérre fordítanák, vagy pedig korszerűsítésre ezt az összeget. Ez adott esetben sajnos a közszolgáltatások növekedésével is járhat, de a balliberálisok mindig is ezt csinálták, növelték mindig a rezsi tételeket. Hopár Péter szerint 2,5 milliárdos plusszal zárt a város. Ez a folyamat várható a következő években is, így vissza tudná fizetni az önkormányzat a kormányzati kölcsönt néhány év alatt. Ezt a politikus szerint a szocialisták idején a városi cégek hozták össze, például Expo Center buszok kiszervezése, városi képtár felújítása, aminek 4-5-6 milliárd mínusz volt az ára a városi költségvetésben. Ennek ledolgozásához kellett a kormányzati támogatás. Hoppár Péter szerint azonnal tárgyalásokat kell kezdeményeznie Péter Fiatillának a kormányzattal a tartozás átütemezéséről. Pénzt és ingatlanokat ad a pécsi önkormányzat a kormánytámogatás fejében. Ezt a változatot fogadta el a város közgyűlése. Péter Fiatilla polgármester szerint jó döntés született. Így a 8,5 milliárdos visszafizetési kötelezettség nem fogja lehetetlenné tenni Pécs működését. Sőt, még a gazdaságfejlesztési céljukra is jut forrás. Helyesen és okosan döntött a pécsi közgyűlés, mikor elfogadta a város költségvetését kedden, ezt mondta szerdán a Baranyai megye székely polgármestere. Így mindhárom kitűzött célját tudja teljesíteni az önkormányzat. Elismerjük a múltból fakadó kötelezettségeket, és ezeket teljesíteni is akarjuk, tehát egy olyan forgatókönyvet dolgoztunk ki, ami ennek eleget tesz. Mindemellett a város üzemeltetés, a város működtetésben nem szabad, hogy a pécsiek számára érzékelhető hatása legyen egy ilyen örökségkezelésnek. Tehát magyarán zökkenőmentesen akarjuk a várost ezután is üzemeltetni. És a harmadik célunk az volt, hogy egy olyan forgatókönyvet hozzunk létre, amely az első két ponton túl a maradék forrásaink figyelembevételével, de még fejlesztésre is lehetőséget biztosítson. Az államnak 8,54 milliárd forint lejáró támogatást kellene decemberig visszafizetnie Pécsnek. Ez azonban a városvezetés szerint súlyos működési gondokat okozna. Ezért most az elfogadott költségvetés szerint 2,4 milliárdot fizetnek ki ebből. A fennmaradó részt egy önkormányzati ingatlan csomaggal fedeznék. Arról, hogy ebben milyen ingatlanok kerülnek, csak annyit lehet tudni, hogy nem stratégiai ingatlanok lesznek a rendelet szerint. Közel 460 millió forintból épült sportokháza Tamásiban, a közel 1500 négyzetméteres több épületből álló komplexumban helyet kapott többek között egy játszóház, aerobik és konditerem, de a súlyemelőknek, aikidósoknak is van külön helyiségük, ahol edzhetnek. A beruházása a területfejlesztési operatív programból valósult meg azzal a céllal, hogy a településen működő egyesületeknek otthont adjon és minél többen sportoljanak.
Több mint 40 kilót nyom ki Orsós Rihárd, a Tamási Koppán Sport Egyesület súlyemelője ifjúsági olimpikon az újonnan átadott sportok házában kialakított teremben. A súlyemelők a komplexumban külön helyiségben tudnak a versenyekre készülni, de nem csak ők, hanem a dzsúdósok és az aikidósok is külön helyiségben edzhetnek. A sportok háza ünnepélyes átadóján bemutatót is tartottak. A sportok háza elsősorban a Tamásiban működő, több mint 10 éve hontalan egyesületeknek ad otthont, de kulturális események rendezésére is alkalmas, továbbá az iskolások sportolására is lehetőséget nyújt. Az 1500 négyzetméteres központ az egykori kenyérgyár helyén épült fel, közel 460 millió forintból a területfejlesztési operatív program keretében. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón elmondta, a közel 27 milliárd forintnyi topforrás és az azokból megvalósuló fejlesztések létfontosságúak a vidék fejlődése szempontjából. Ahhoz, hogy a sportban eredményeket érjünk el, hiszen látható az ország nagyon sok energiát fektet arra, hogy nemzetközi szintű sportrendezvényeket hozzon hazánkba, ahhoz az szükséges, hogy ilyen létesítményekbe fölnőjön egy olyan generáció, vagy több generáció, amelyik szeret sportolni, tud sportolni, és a tehetségek nem kalódnak el, hanem olimpiai bajnokságig is vihetik. Az épületben egy játszóházat és egy kávézót is kialakítottak. Továbbá egy szauna és egy szolárium is működik majd benne. A szolgáltatásokat egy kisebb díj ellenében vehetik majd igénybe az érdeklődők. Egyedül döntött a 6,8 milliárdos komlói költségvetésről a polgármester. Polics József szerint ehhez joga volt, hiszen a vészhelyzet miatt a városi képviselők helyett a városvezetőnek ad lehetőséget a törvény ilyen ügyekben is. A többséget adó Komló Összeköt Egyesület szerint példátlan, ami történt. A polgármester visszaérte a különleges jogi helyzettel, ami elfogadhatatlan. Ez a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályi rendelkezés, ami a polgármesterek főpolgármester vagy a megyei elnököknek ad döntési feladatkört a képviselőtestületek helyett. Ez alapján döntött egyedül a komlói polgármester most csütörtökön a város költségvetéséről. Ennek előzménye a múlt csütörtöki közgyűlések nyúlik vissza, mondja Polics József. A múlt hét csütörtökön döntött a képviselőtestület sok-sok napirendben, így a költségvetésben és a média kérdésben is, amellyel szemben én vétót nyújtottam be. A vétó annyit jelent, hogy a testületnek 15 napon belül újra kell tárgyalni azt a kérdést. Egy másik határidő szerint a települések költségvetését március 15-éig kell elfogadni, különben nem kapnak állami finanszírozást. Én úgy gondolom, hogy Komló város érdekében cselekedtem, annak érdekében, hogy a városnak legyen költségvetése, annak érdekében, hogy a költségvetés hiánya miatt ne tudjuk finanszírozni az intézményektől kezdve semmit, illetve ezáltal teremtettük meg annak a lehetőségét, hogy megkapjuk az állami finanszírozásokat is. Ezzel azonban nem ért egyet a városházi többséget adó Komló Összeköt Egyesület. A döntéséről csütörtök délután tájékoztatta a képviselőket a polgármester. Több olyan település volt, az én tudomásom szerint, ahol ugyanúgy volt testületi ülés, mint Komlón a tegnapi nap folyamán. Ugyanúgy meg kellett volna tartani a testületi ülést, ugyanúgy meg kellett volna tartani a vitát, az érvek, ellenérvek, amiért a demokrácia létrejött, és ami miatt a választásokat tartjuk az országban, ezt meg kellett volna vitatni, és ennek fényében el lehetett volna dönteni azt, amit azért előtte már nagyon sokszor próbáltunk egyeztetni, hogy milyen legyen a város költségvetése a város érdekében. Ezzel kellene foglalkoznia a veszélyhelyzetben a polgármesternek, nem pedig a költségvetésről egyedül döntenie, mondja a politikus. Egyébként Komló ez évi büdzséje 6,8 milliárd forint. Bezár a könyvtár, a múzeum, a sportcsarnok és az úszoda is. Erről döntött Szekszárdon Ács Ezső polgármester, a helyi járatokat pedig várhatóan ritkítani fogják. Az óvodák és a bölcsödék bezárásáról már a hétvégén megszületett a döntés, az étkeztetést pedig átszervezik, mindenkinek újra kell igényelni az ellátást.
Az iskolák után az óvodák és bölcsödék is bezártak Szekszárdon, erről még hétvégén döntött Ács Rezső, miután több ülésen egyeztettek a kialakult helyzetről. A felügyeletet mintegy 20-30 családnál nem tudják megoldani, nekik kis csoportos bontásban biztosítanak gyermekfelügyeletet, és napi háromszori étkezést is kapnak. Mindenki másnak újra kell igényelnie az ebédet, az eddigi márciusi megrendeléseket törölték. Eddig körülbelül 80 fő az, aki jelezte Szekszárdon, hogy igényt tart a melegételre. A hét második felétől ők már zárt dobozokban kapják majd a napi adagokat, saját éthordót nem lehet használni, ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét, ennek költségét az önkormányzat viseli. Ezen kívül még számos területet érintően hozott döntést Ács Rezső polgármester. Több olyan döntést kellett meghoznom, amely befolyásolja szekszárdiak életét, hiszen például az úszodának a bezárása mellett döntöttem, a sportcsarnok bezárása mellett döntöttem, a könyvtár bezárása mellett döntöttem, és a múzeum is be fog zárni. Szeretném, hogyha minél kisebb mértékűre csökkenne az a felület, amin keresztül a vírus hordozás megtörtént, vagy éppen a vírus egyik helyről a másikra, vagy egyik emberről a másikra átjuthatna. A legfontosabb, hogy aki teheti, maradjon otthon, mondja Ács Rezső. Az időseket különösen erre kéri, ha lehet, ők még a lakásukat se hagyják el, a bevásárlást is próbálják inkább családtagokkal megszervezni, akár úgy, hogy az ajtó elé teszik a vásárolt árut, hogy a legkisebb legyen a fertőzés veszélye. Az idősek otthonában látogatási tilalom van jelenleg is, a nappali ellátórendszer is bezárt, csak az étkezést tudjuk biztosítani, és gyakorlatilag megtiltunk minden külső bevitel, tehát élelmiszertől elkezdve ajándékig nem lehet bevinni ezekbe az otthonokba. Az önkormányzati intézményeknél ugyanezen okból már szervezik a távmunkát, akit lehet hazaküldenek, a személyes ügyfélszolgálatok szünetelnek vagy teljesen bezárnak, átállnak online működésre. A piac viszont nem zár be, bár már szombaton sem volt nagy a tömeg. A polgármester arra kér mindenkit, hogyha lehet, csak a vásárlás idejére tartózkodjon ott. A kapuknál fertőtlenítőket helyeznek el, az árusok maszkot és kesztyűt kapnak. Fontos az is, hogy a diákok az iskolamentes időszakot ne csoportos bandázásra használják, mert az ugyanúgy fertőzés veszélyes. A közterület felügyelők és a rendőrök közösen ellenőrzik majd a játszótereket. A Tolnatáj Televízió a kialakult helyzetben felajánlotta segítségét az oktatási intézményeknek a távoktatás megvalósítására. Még sok döntés előtt állunk, amelyek a mindennapjainkat jelentősen fogják majd befolyásolni, de ezt mind annak érdekében tesszük meg, hogy a vírusnak a továbbterjedését lassítsuk, akadályozunk, amilyen módon csak tudjuk. Ács Rezső azt mondja, a döntéseket most gyorsan kell meghozni, ezért is vállalta fel a felelősségét annak, hogy egy személyben dönt. A helyi operatív törzs most javaslatokat tesz neki, a döntést ő hozza meg. A jövőben még a helyi buszközlekedést érintő korlátozások is várhatók, de erről folyamatosan adnak tájékoztatást. A legtöbb balatonparti településen bizonytalan időre lemondták az összes tervezett közösségi programot a koronavírus járvány megfékezésének érdekében. Néhány településen pedig különösen nagy figyelmet fordítanak az idős beteg emberek ellátására. Naponta többször is látogatják őket, és be is vásárolnak nekik, ha szükség van rá. Egymás után mondták le megyeszerte a március 15-i megemlékezéseket a települések vezetői a különböző közösségi oldalakon. De nem csak a nemzeti ünnepen nem lesznek rendezvények, hanem úgy tűnik a húsvéti rendezvényeket sem tartják meg. Sajnos ez érintette a mára hétvégi március 15-i programokat. Ott különösen fájjon, ha a Kossuth vacsorának a lemondása, hiszen ott az egy több száz fős rendezvény volt, de áldozatul esik a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál is, amely a következő héten lett volna, és a húsvéti bál sajnos, ami egy 500 fős bál a megye egyik legnagyobb bálja, húsvét vasárnapján volt eddig már 7-szer, és most lett volna a 8., de ez is valószínűleg őszre lesz halasztva. Balatonszemesen is elmaradnak a közösségi programok, sőt a település vezetője azt kéri az ott élőktől, hogy a házi orvost is csak indokolt esetben keressék fel személyesen. Egyeztettem a házi orvossal is. A lakosság felé kifejezetten az lenne a kérésem, hogy minden egyes esetben, amikor valakinek a tünetek közül valamelyik is felmerülne, akkor kizárólag telefonon keresztül vegye fel a kapcsolatot az orvossal, a házi orvosával. A polgármester ugyanakkor az idősek védelme érdekében azt kérte a szociális gondozóktól, hogy minden idős embert keressenek fel a településen, és kérdezzék meg, nincs-e valamire szükségük.
A településen 80-85 idős emberhez járnak naponta a szociális gondozók, akik az ebéd kiszállításán túl be is vásárolnak, ha kell. Aki megkér, szívesen vásárolunk nekik, boltba megyünk, gyógyszertárba, elvisszük őket orvoshoz, de próbáljuk minél kisebb körben terhelni őket, hogy ne kelljen kijönniük. Köszönjük szépen, és gyertek befele. Ezt meg beviszem, jó Marika? Köszönjük szépen. Rajci Tamásnénak nemrég volt súlyos betegsége, jelenleg is táppénzen van. Mint mondja, tart a vírustól, mivel immunrendszere legyengült és felkészült arra is, hogy hosszabb ideig nem tudja majd elhagyni az otthonát. Már a lányok hoztak is már nekem, ugye a cukortól, a lisztől, az élesztőtől, mert az élesztő azért az mindig legyen, hogy tudjunk kenyeret ugye azért sütni, hogy valahol valami nem tudunk kimenni. És a gyógyszereket is, mindent hoznak a lányok, nagyon rendesek. Csokolom, meghoztam az ebédet, jó étvágyat. Pavelka István és felesége már nem tudnak kimozdulni otthonról, de a szociális gondozók és lányuk is naponta többször meglátogatják őket, hogy nincs-e valamire szükségük. Ugyanakkor a család nem tervez nagyobb bevásárlást, mert úgy látják, nem lesz készlethiány a boltokban. Mi igyekszünk betartani az előírásokat. Ma reggel kaptam Németországba egy e-mailt, hogy igyunk sokat, mert hogy az is fontos, hogy öblítsük a szánkat. Hála jó Istennek, azért mi annyira nem félünk tőle, mert én szerintem eléggé elszigetelten élünk itt most. Ez lesz 17 ezer kerülés. További könnyebbség lehet, hogy egy mai rendelet értelmében az e-recepteket már hozzátartozók, vagy akár a szomszédok is kiválthatják a patikákban. Leegyszerűsödött az e-recept kiváltása a kormány által kihirdetett vészhelyzet miatt, tehát bárki kiválthatja családtagja, illetve szomszédai számára az e-receptet úgy, hogyha a tajkártyáját bemutatja, és önmagát személy azonosító okmánnyal igazolja. Korábban csak az válthatta ki az e-receptet, akinek a nevére szólt, és hozzátartozó is csak akkor, ha rendelkezett felírási igazolással, vagy valamilyen engedéllyel. Jelentős károkat okoz várhatóan a hazai gazdaságban is a koronavírus járvány, ezért javaslatcsomagot dolgoz ki a kormány felkérésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április végéig. A baranyai cégek már megkapták azt a kérdőívet, melyben felmérik, milyen hátrányokat, károkat okozhat nekik a járvány. A megyei helyzetképekből állítják majd össze azt a javaslatcsomagot, ami segítheti a cégek túlélését. Április végéig kell összeállítani egy gazdasági javaslatcsomagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a koronavírus okozta károk enyhítésére. A Pécs-Baranyai Iparkamara csütörtökön küldött ki egy kérdőívet a cégeknek, hogy felmérje, milyen nehézségekre számítanak. Hiába különít el jelentős összeget a kormány, nagy veszteség érheti a hazai gazdasági szereplőket, mondja a helyi iparkamara elnöke. Nem lehet teljes kompenzációba gondolkodni. A cél az, és ezt Németországban, hogy néztük a példákat, és másod is az, hogy ne menjenek tönkre a cégek. És ez sokrétű, meg fogom keresni az önkormányzatokat is, hogy ahogy például országosan adó, járulék moratórium, csőhitétel moratórium is szinte biztos, hogy szerepelni fog a javaslatok között, hogy bizony a helyi tényezőknek, közszereplőknek is valamiképpen segítenek a helyi gazdaságot, hogy legyen, maradjon adófizetőjük. Több baranyai pécsi cég is átállt már a távmunkára, ez azonban csak bizonyos szektorokban lehet megoldás. Bővítették az internetkapacitást, most ez fullan megy ez a szolgáltatás, de hát nyilván gyár, meg egyéb helyeken ott a soroknak menni kell. Egyetem vezetővé is tárgyaltunk arról, hogy megadják a szakmai segítséget, hogyha bárhol fertőzés lép fel, hogy az ügyvezetőknek tudnak segíteni tanácsokkal, hogy milyen intézkedéseket hozzon. De hát azt tudomásuk kell venni, hogy egy bizonyos fertőzés után nagyon sok cégnek le kell majd állnia. Nem vállalhatja felelősséget, hiszen munkadói felelősség is van. A járvány következményei szinte kiszámíthatatlanok, mondja az elnök. Tűzoltás jellegű beavatkozások várhatók a gazdaságban. Jelenleg a turizmus előtt a legrosszabbak a kilátások, de a gépiparban is érezhető már a hatás. Egyre kevesebb az alapanyag, alkatrész utánpótlás. Sok helyről mondják le a rendeléseket. Közben az EU egy 25 milliárd eurós pénzügyi alap létrehozását jelentette be a most futó uniós költségvetés terhére. A szakemberek szerint az idősebbeket veszélyezteti a legjobban a koronavírus megbetegedés, ezért arra kérik őket, hogy maradjanak otthonaikban. Azonban a napi ellátásukról gondoskodniuk kell azoknak is, akiknek nincs közvetlen segítségük. Ezért indított akciót a Pécsi Nevetnikék Alapítványa a Baranyai megye székhelyen. Önkénteseikkel az időseknek vásárolnak be, így nekik nem kell személyesen felkeresniük az üzleteket, patikákat.
Kedves idős beteg embertársaink, kérjük vegyék igénybe segítségünket a koronavírus veszély idején. Elmegyünk önök helyett bevásárolni. Ezzel a szöveggel jelentek meg plakátok Pécsett. A fiam is, hogy ne menj sehova, majd ő bevásárol nekem. Nem mondom, reggel 4-kor gyere akkor kutyáért, mert naponta 4-szer viszem ki. Köszönöm szépen, én el vagyok látva a gyerekeim, és tudok róla, mert ők szóltak, hogy ne nagyon menjek a boltokba. Én egyedül vásárolok mindig, úgyhogy nekem, vagy a párom. Úgyhogy nem fél a fertőzéstől, járványtól? Hát klinikán vagyok, úgyhogy most már mindent mondanak ott. Ezt mondták stábunknak azok az idősebbek, akikkel hétfőn találkoztunk a pécsi belvárosban. Hiába kérték a szakemberek a kormányzat, sokan hagyják el otthonukat. Nekik akar segíteni a Nevetnikék Alapítvány az önkénteseivel. Szombat este jött az ötlet egyébként, hogy segítsünk az időseknek. Azóta folyamatosan jelentkeznek önkénteseink is. Alapból van egy nagy önkéntes bázisunk, amihez tudunk nyúlni, de hogy most rengetegen jelentkeznek újonnan is, illetve az idősek is elkezdtek telefonálni, hogyha gyógyszer kell, élelmiszer, úgyhogy hát így próbálom fogadni a hívásokat, és próbálom koordinálni a többieket, hogy így ki hova menjen, hogy legalább az idősek akkor maradjanak otthon. Számokat nem tud mondani, csak azt, hogy folyamatosan keresik az önkéntesek, akik segíteni akarnak. De egyre több idős ember is, akik egyedül maradtak otthonaikban, hívják az alapítványt. Nagyon sokan olyanok telefonáltak, akiknek a lányok, fiúk ugye külföldön dolgozik, és hogy ezért nincsen rokon, akihez itt tudnának szólni. Úgyhogy ezért ők nagyon hálásan fogadták egyébként, és nyilván azért valahol egy picit meg vannak ijedve, meg hát rájuk azért így külön figyelünk, úgyhogy szerencsére azért élnek a lehetőséggel. Kőműves Glória azt kéri, ne jelentkezzen önkéntesnek, aki beteg, mert veszélyezteti az időseket. Az alapítvány eljuttatja a segítők telefonszámát a rászorulóknak, így közvetlen meg tudják beszélni, mire lenne szükségük. A megvásárolt élelmiszereket, gyógyszereket pedig egészen a zárt lakásajtóig viszik. Az előzetesen megbeszélt helyről pedig elveszik a pénzt az önkéntesek. Egyre többet rendelünk online, tavaly 530 milliárd forint volt a webáruházok forgalma, idén ez 700 milliárd forintra nőhet a beslések szerint. Az online vásárlások számának növekedésével a szabálytalankodó webáruházak száma is nő. A leggyakrabban a megrendelt termék árát nem akarják visszafizetni a vállalkozások a vásárlóknak, aki elállna a vásárlástól. Évről évre nő a hazai internetes áruházak forgalma, tavaly már 530 milliárd forint cserélt ezeken keresztül gazdát, idén pedig 700 milliárd forint is lehet ez az összeg a becslések szerint. A szabálytalankodó internetes áruházak száma is folyamatosan nő. Az interneten már a legtöbb gondot okozó webáruháznak kereshető adatbázisa is van. Ebben már több mint 620 hazai webshop szerepel, és több Tolna megyei is. A problémás webshopok itt két évig találhatóak meg, de ha a cég időközben pótolt a hiányosságát, azt is feltüntetik az üzemeltetők. Webshopoknál általában tájékoztatási kötelezettségeket szegnek meg a webáruházakat működtető vállalkozások. Ahhoz, hogy egy webáruház megfeleljen a jogszabályi előírásnak, rengeteg-rengeteg előírásnak kell megfelelni. A vevőknek érdemes arra figyelniük, hogy olyan cégtől vásároljanak, amely itthon van beegyezve. Ekkor lehet ugyanis a vásárlói panaszokat maradéktalanul érvényesíteni. Emellett fontos, hogy a vállalkozás adatai és elérhetősége is megtalálható legyen a webshop impresszumában. Kötelező föltüntetni a szerződésre vonatkozó adatokat, kötelező föltüntetni a jótállás szavatosságra vonatkozó tájékoztatásokat, kötelező tájékoztatni a fogyasztót arra, hogy őt milyen elállási jog illeti meg, illetve egy elállási nyilatkozat mellékletet is kell, hogy csatoljon a szerződéshez, amiben pontosan le van írva, hogy a fogyasztó milyen körülmények között és mikor élhet elállási jogával. Tolna megyében egyébként van olyan cég, amelyik több webshopot is üzemeltet, és a panaszok 60%-a ezek miatt érkezik a hatósághoz. A fogyasztóvédelemnél most azon dolgoznak, hogy sikerüljön elérniük a cég megszüntetését. Kigyulladt és leégett a szekszárdi börtön teteje hétfőn hajnalban. A tűzben nem sérült meg senki, de a rabok közül többeket át kellett szállítani másik börtönökbe. A büntetés végrehajtás országos szóvivője azt mondta, a hasonló esetekre minden hazai börtönben kidolgozott protokoll van.
Darus tűzoltó kocsival tudták csak megfékezni a lángokat a tűzoltók. Órákon keresztül több tűzoltóautóval kellett dolgozniuk, a lángok hajnalban csaptak fel. A Facebookra töltötte fel ezt a nyilvános videót egy helyi férfi. Jól látszik, hogy a város főterétől több száz méterre készültek a képek, a sötétségben mégis tisztán kivehető a kivilágított templom mellett hatalmas füstelés lánggal égő börtöntető. A lángok megfékezéséhez 7 város hivatásos tűzoltóit riasztották, 3 magasból mentő is a helyszínre érkezett. A tűzesetben senki nem sérült meg, és hogy mi volt a tűznek a pontos oka, azt kollégáim tűzvizsgálati eljárás keretében fogják vizsgálni. Egymás után kísérték ki Bilincsben a rabokat már kora délelőtt, miután sikerült eloltani a tüzet. A fogatartottak legtöbbje csak egy szatyrot vitt magával. Őket egyelőre máshova szállítják, mert a tetőszerkezet teljesen kiégett. A büntetés végrehajtás országos szóvivője azt mondja, a hasonló esetekre minden hazai börtönben alaposan begyakorolt vésztervel készülnek. Minden börtönnek van kidolgozva, tehát nem csak a szexhárdi börtönnek, természetesen minden büntetésvégrehajtási intézetnek van kidolgozott protokollja, ami alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Azt tudom elmondani, hogy haladéktalanul, tehát nagyon rövid időn belül észlelték a kollégáim, a tüzet is megkezdték a bent lévő fogvatartottaknak a úgynevezett evakuálását. Hogy a fogvatartottakat hova szállították, egyelőre nem lehet tudni, mint ahogy az sem, hogy mikor kezdik meg a leégett börtöntető helyreállítását. Útseprőgéppel gázoltak halálra egy idős nőt Tolnamözsön. A sofőr most állt bíróság elé, tagadta, hogy ő lett volna a hibás. Az ügyész azt kéri a bírótól, hogy bocsássa próbára a gázolót. Az idős nő elgázolásával vádolt férfi egy rakodógépet vezetett Mözsön a főutcán még 2018 telén. A gépre egy útseprő adaptert szereltek, attól nem látott ki elég jól maga elé a vádirat szerint. Az ügyész szerint túl gyorsan, mert azért nem vette észre időben a 84 éves járókerettel sétáló asszonyt, végül az egyik kefével sodorta el. Súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, kórházi kezelése során a Tolna megyei önkormányzat Balassa János kórházában 2018. december 26. napján az életét vesztette. A férfi nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő ülésen. Azt mondta, nem annyival ment, mint amennyi a vádiratban szerepel, hanem sokkal lassabban. Azt is mondta, nem vette észre, hogy elsodorta az idős asszony, csak egy puffanást hallott. Megálltam 8-9 méter odébb, és ott néztem, hogy... Tehát akkor megállt és hátranézett, hogy van-e valami esetleg? Miért nem szállt ki, amikor csattanás van, fölemelte a gémet, elő nincs semmi? Miért nem szállt ki, hogy esetleg ott megnézze, hogy hátul van-e valami probléma? Az ügyben egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalás májusban lesz. Akkor tanúkat és szakértőket hallgatnak meg. Hátrányos helyzetű családok felzárkóztatását segítő pályázaton nyert a Faddi önkormányzat. A projektnek köszönhetően képzéseket szerveznek és felépítettek 3 házat is, amiben nehéz sorsú családok költözhetnek. Hasonló programokra összesen 40 milliárd forintot fordít a belügyminisztérium. Készfogás követte az együttműködési megállapodás újbóli aláírását. FAD egyike azoknak a településeknek, amelyek részt vettek a belügyminisztérium hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását célzó pályázati rendszerében. A több mint 4000 fő lakosú nagyközségben így a legszegényebbek szakmákat tanulhattak. Lesznek köztük vagy beton szerkezet szerelők, az atomerőmű, ha épül, akkor jó állás lehetőség van, bolti eladók, gyakorlatilag hát kertművelési ismereteket tanítják őket, és még sok más egyéb szociális jellegű és egyéb tanfolyam zajlik. Nem csak képezhetik magukat a rászorulók Faddon, hanem a 3 legszegényebb család új otthonba is költözhet. Az önkormányzat ugyanis a pályázatnak köszönhetően 3 családi házat építetett. A forrást ezekhez a belügyminisztériumon belül működő társadalmi esélyteremtési főigazgatóság biztosította, ami a következő időszakban 40 milliárd forintot költ hasonló felzárkóztatási programokra. Több mint 2300 embert vonunk be a programoknak keresztül ebben a régióban. Ott, ahol pedig együttműködő partnerek vagyunk, ott pedig egy módszertani szakmai segítséget adunk az önkormányzatoknak a komplex program végrehajtására, amelyben ugye több elemet is kell végrehajtanunk az önkormányzatoknak, képzést kell nyújtaniuk az egyéneknek, egyéni fejlesztési tervet kell nyújtaniuk, lakhatási elemet kell kialakítaniuk. A programból a tervek szerint országosan több mint 80 településen tudnak képzési és lakhatási támogatást nyújtani rászoruló családoknak.
Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!